Cvitkovics rúghatja a szögletet, amennyiben középen ott a húzásvonásnak vége lesz. Jó a csúsztatás, és bent van! Vezet a Puskás Akadémia a 47. percben. Mindössze második szögletét végezte el a vendégcsapat, és ez gólt eredményez. Szakály ünnepel. Megnézzük a lassítást, hogy valóban ő érte hozzá utoljára. Ő ünnepel nagyon, az biztos. Itt jön lágyan a labda. Igen, Szakály belecsúsztatott még. Pont rá nem jutott ember. Megpattan egy fejen, és utána belecsúsztat Szakály Dénes, akinek ez már a harmadik gólja ebben a szezonban. Ez most egy új szituáció lesz az Újpestnek, hiszen hátrányban a csapat. Jól mérte föl a helyzetet Szakály, hogy picit még bele kell tennie a fejét.